közös programok, bűnmegelőzési előadások, prevenció. Megújította az együttműködési megállapodást a BRFK 19. kerületi rendőrkapitánysága, valamint a Kispesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. A Kispesti Cigány Önkormányzat számára nagyon fontos a rendőrséggel való együttműködés. Többször rendeztek nálunk közös programot, drogprevenció, bűnmegelőzésről tartottak programot a gyerekeknek. Legutóbb a napközis táborba voltak előadást tartani, most legközelebb a augusztus 5-től tartandó balatoni Kátronafüredi táborunkba látogat el a helyi rendőrség, és ott tart a gyerekeknek, illetve a részvevőknek programot. Nekünk nagyon fontos, hogy népszerűsítsük a helyi rendőrséget, mivel szeretnénk, hogy minél több roma származású jöjjön el is a rendőri pályára lépjen. Amikor felelősséget kaptam Kispest rendőrkapitányságnak vezetésére, akkor minden helybérivel, így a roma önkormányzat vezetőjével is felvettem a kapcsolatot, és egy egyszerű megbeszélés során jutottunk arra, hogy ez egy már egyébként létező, de rég megkötetett együttműködési megállapodás, és ezt aktualizáltuk, és gyakorlatilag most aláírásra került. És úgy gondolom, hogy minden együttműködés, mert tudják, akkor idejöttem, akkor mondtam, hogy az együttműködésekre nagyon nagy hangsúlyt fektetek, akkor úgy gondoltam, hogy ennek az aktualizálása és a folyamatos együttműködés az nem csak a rendőrség és a roma önkormányzat, hanem Kispest érdekeit is szolgálja. A kapitányság vezető hozzátette, a rendőrség mindent vállal, amely segítség lehet abban, hogy az itt élők még nagyobb biztonságban érezhessék magukat Kispesten.